Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, ismét kezdődik a család életével foglalkozó sorozatunk, a Családőrzők. Vendégeink most is a Fekvőkatona Söröző és Kávézóban, a többek között ugye elsőként, akit beszoktam mutatni, és maradnék ennél a sorrendnél, ha nem baj, hiszen ő ül mellettem most is, Fekete Cseri Zsuzsanna, a Kerek Világház Alapítvány szakmai vezetője, egészségfejlesztő és rekreológus. Szervusz Csilla, sok szeretettel köszöntök mindenkit. És itt van velünk Pap Csilla, személytervezési szaktanácsadó és mediátor. Szia Csilla, szeretettel köszöntök mindenkit. És nagyon köszönjük Tolnyai Gábor atyának is, hogy eljött, és mint mentálhigiéniás szakember az értékeket képviseli, a katolikus értékeket képviseli a beszélgetésben. Mint említettem, nehéz lesz a témánk most is, mint az elmúlt adásokban. Arról fogunk beszélni, hogy mi a helyzet akkor, amikor a szülők rivalizálnak. Ugye egy héttel ezelőtt a gyermekek rivalizációjáról volt szó, most arról fogunk beszélni, hogy mi az, amikor apa és anya egymással rivalizál. Milyen okok fordulhatnak itt elő, hogy ez a szituáció kialakuljon? Hú, nagyon sok minden. Lehet olyan rivalizáció a két felnőtt között, hogy ki hordja a nadrágot, kalapot, ki az, aki több nagyobb biztonságot tud teremteni a családnak. Lehet rivalizáció különböző pozíciókért, lehet rivalizáció a gyerek szeretetéért, lehet rivalizáció családon, nagy familián belüli helyezkedésért, anyagi javakért és nagyon sok mindenért. Egyik sem egészséges Isten igazándiból, hogyha átmegy egy bizonyos határon. Ez volt érdekes, hogy ki hordja a kalapot, ugye mondjuk 100 évvel, de még 50 évvel ezelőtt is. Ez nyilván nem volt kérdés. Ez az új világ hozta, hogy ez vita lehet. Én nem ismerem, milyen volt 100 évvel, vagy akár 50 évvel ezelőtt a helyzet, de azt gondolom, hogy a klasszikus mondat, ami a Bazinat Görög Lagzi című filmben elhangzott, szerintem mindig is igaz volt a történelemben, hogy a család feje a férfi, a nő pedig a nyak, és a feje arra fordul, mert a nyak akarja. Tehát lehet, hogy ez egy férfi társadalom volt, de én azt gondolom, hogy azért sok esetben azért ott is a háttérből azért a nők tudták, fogták össze a dolgokat, és úgy irányítottak a dolgok, hogy a férfiak azt higgyék, hogy ők irányítanak, de legalábbis azt gondolom, hogy most is nagyjából így működnek a családok. És persze biztos, hogy benne van az a kérdés, amit szintén minden adásban úgy feszegetünk, ez a felnőttség, hogy két felnőtt ember találkozik egymással, akkor is biztos, hogy vannak közöttük különbségek, hiszen én azt szoktam mondani jegyes pároknak, hogy én minden tiszteletem a párkapcsolatban élőké, mert hogy főleg az elején, mert hogy ugye nekem az ilyen tolmács nélkül idegen nyelvet beszélni kategória, hogy mindenki hozza maga kultúráját, érkezik a maga idézőjeles országából, világából, ahogy ünnepeltek, vitatkoztak, nem tudom, kifejezték a jót, rosszat egyaránt, mind a két volt, és akkor egyszer csak találkoznak egymással, hiába használják ugyanazokat a szavakat, hiába jelennek meg ugyanolyan gesztusok, de azért mind a kettő a saját kultúrájából értelmezi azt, ami ott van. És azt hiszem, hogy itt kezdődik el talán ez a felnőttség kérdése, hogy hajlandó vagyok-e megérteni a másikat, hajlandó vagyok-e látni vagy érteni azt, hogy a másik miért gondolkodik így, miért viselkedik így, miért kezeli így a dolgokat, nyitott vagyok-e annyira, hogy én ebben változzak, közeledjek a másikhoz. Most nem olyan rég volt, az egyik misében beszéltem én erről, hogy amikor az Isten beszél, akkor az Isten mindig az egység felé akar. Isten mindig tisztán beszél. Igen, nem. Lehet, nem lehet. Élet felé vezet, vagy meghaltok. Tehát, hogy ő mondja ezt a Izaiás prófétánál van egy ilyen kis félmondat, hogy ne az űrzavarban keressetek, hogy az űrzavarban nem találtok meg. Hogy az Isten mindig, és a szeretet mindig az egység felé vezető utat keresi. És akkor beszéltem erről, hogy legyen szó akár a hitemről, az Isten kapcsolatomról, de talán még erősebb az emberi kapcsolataimban, hogy amikor én tenni akarok valamit, vagy mondani akarok valamit, akkor az milyen irányba vezet. Hova viszi a kapcsolatunkat, és hogyha az egység felé viszi a kapcsolatunkat, az élet felé vezet bennünket, a szeretetben való növekedés felé vezet, akkor lépjen meg, mondjam, ki tegyem meg.
ha nem abba az irányba visz, akkor mondjuk első körben gondolkodjak el azon, hogy tulajdonképpen hova akar ez vinni, vagy mit akarok én ezzel kezdeni, és akkor ne kezdjek vele, vagy dolgozzak magamban egy picit ezzel. És azt gondolom, hogy valahol a rivalizálás kérdése is talán valami ilyesmi, hogy tulajdonképpen nekem mi a bajom a másikkal. És nem a másik a rossz, hanem az, hogy bennem mi az, ami nem jól működik. És hogyha ezen dolgozni akarom, hogy a helyére akarom tenni, akkor ugye legkönnyebb azt mondani, hogy a másik a hibás. Hogy miatta, meg ezt csinálja, meg ezt mondta, meg úgy viselkedett, de hogy szerintem leginkább itt az, hogy mit nyomott meg benne, mi volt az a gomb, amit megnyomott, megérintett, és mi az, amiért éppen most én veszélyeztetve érzem magamat. Valójában én nem is a vitára gondolok igazából, tehát hogyha már itt tartottunk, hogy kiviseli a kalapot, most az jutott eszembe, talán még Csillával is beszélgettünk egyszer már így, hogy az okos nő úgy irányítja a férfit, hogy a férfi azt hiszi, hogy ő irányít. Igen, van egy ilyen jelenség is, de azért azt gondolom, hogy az etikus nő az tudja kezelni a férfit, megtanulja. Ami jó hír, de lehet, hogy rossz hír, hogy mi nők ugye az anyukánk viselkedés mintázatait visszük be, integráljuk be zsigerileg. Tehát nagyjából hasonló szitukban, a házasságunkban, párkapcsolatainkban valószínűsíthetően hasonlóan fogunk reagálni. A fiúk az édesapjukat, de ugyanúgy nézik a női mintázatokat, tehát ezek mind-mind hatnak ránk, az apánk, az anyánk viselkedése, az ő kapcsolódásuk, hogy ez tényleg szeretett kapcsolat volt-e, vagy mondjuk abban nőttem fel, hogy apám csalja anyámat, vagy anyám ledominálja apámat, vagy egyszerűen csak hazudnak egymásnak, vagy nagyon rosszul élnek, vagy akár nagyon szépen. Én azért azt gondolom, hogy egy igazi szeretett kapcsolatban, egy mélységes érzelmi kapcsolódásban nem alakul ki rivalizálás. Én mind a kettőtökkel vitatkoznék egy picit. Én benne meg az van, hogy nem baj, hogyha van rivalizálás, csak az a kérdés, hogy tudom a helyén kezelni, mert valamiben a másik biztos, hogy jobb. Valamiben ő neki jobban működik, csak az a kérdés, hogy én mit kezdek ezzel. És nekem a vitatkozáshoz talán, tehát én akár még ilyen hasonlatként, vagy hasonló szóként is használhatnám a vitát és a rivalizálás, mert ott mindig, egy vitában mindig az, hogy ki tudja jobban. Ki látja jobban a dolgokat, és hogyha ezt én tudom a helyén kezelni, hogy lehet, hogy ő többet tud, vagy jobban tud, vagy én próbálok kiállni saját magam, mert hogy én ezt jobban tudom, hogy ez ilyen színű, meg olyan színű, meg itt van, meg ott van, és ezt meg tudja a másik hallgatni tőlem, vagy én meg tudom tőle hallani, akkor ez egy egészséges szinten tud mozogni. Amikor ez elbillen, ugye amikor a vita átbillen veszekedésé, amikor az értelem helyett bedőlnek az érzelmek, és aztán indulatok, igen. Érzelmek, és akkor már nem hallgatom meg a másikat, csak azt érzem, hogy itt engem ő le akar darálni, engem ő le akar nyomni, akkor persze én is elkezdek védekezni, vagy bezárkózni. Uh-huh. Bocsánat, nekem a vita az egy kicsit más, tehát az én megközelítésemben a vita az gondolat különbözőségeink ütköztetése, tehát a konszenzus keresése, hogy mondjuk te azt mondod, hogy fekete, én azt mondom, hogy fehér egy dologra, vagy igen, nem. Én meglátom, hogy szürke. És te meglátod, hogy szürke, és te és én, amikor ütköztetjük a gondolatainkat, vagy a nézet különbözőségeinket, akkor hajlunk a szürke felé, hogy igazából sem nem fehér, sem nem fekete, hanem valahol a szürkében van az igazság. Tehát nálam ez a vita, és az én megközelítésemben, de ez nem biztos, hogy ez mindenkire. Igen, és ez nagyon jó, mert kultúrát, most mutatunk egy tökéletesen jó vitakultúrát. Igen, kedves nézők, figyeljenek bennünket. Hogy vitatkozni is lehet kultúráltan, tehát olyan beszédaktusokat folytatni, amelyekkel megütköztetjük a különbözőségeket, és tulajdonképpen észérvel egy konszenzusra törekszünk. A rivalizálás nekem az egy versenyhelyzet, amikor versengek a másikkal. Vannak egyébként olyan embertípusok, arhetípusok, akik eleve versengők. Most megint mondok egy személyes példát, nem szoktam. Nekem van egy húgom, aki abszolút versengő. Tehát ha én mondjuk csinálok egy A-t, akkor rögtön az A fölé. És nem azért, mert ő versengeni akar tudatosan, egyszerűen tudattalanul, mivel nálunk is nagy volt a korkülönbség, és ugye itt jön be a mintázat, ezért ő mindig a kicsi volt, és mindig ugye én voltam a nővér, aki előrébb járt, előbb végezte az iskolát, előbb sorolhatjuk tovább, és ezért ő mindig egy kicsit rárak
rásrófol, mert úgy érzi, hogy akkor ő nem elég. Tehát, hogy vannak versengő típusok, és aztán vannak azok, akik folyamatosan ilyen helyzetet generálnak, és gerjesztik a rivalizálást, az indulatot, a versengést, és mindig nekik kell élen járni, nekik kell a legjobbnak lenni, a legtöbb tanfolyamot végzi, a legjobb sportoló, a leg-leg-leg, tehát ugye ezekből lesz aztán a maximalista és perfekcionista, és a végén már az életét se tudja élvezni, mert mindig rivalizál. És hogyha ez egy párkapcsolatban, egy házasságban jelenlévő probléma, mert probléma, hogyha ez már nagyon súlyos, mert az, amit te mondtál egyébként, az még az úgymond a normális verzió, mert hogy miért ne lehetnénk különbözőek? Hát persze, hogy különbözőek vagyunk, meg miért ne lehetne más a véleményem, neki miért ne lehetne A nekem, meg B. Tehát ezzel semmi probléma nincs, hanem hogy ezt mi hogy kezeljük. Az örök témád, ugye? Az örök témám. Az önismeret és a felnőttség. Így. És, és a felnőtté válás, mert ugye érett felnőtt ember pontosan tudja, hogy mikor kell kiszállni. És elhallgatni. És szerintem az se baj, hogyha valaki mondjuk olyan, mint a húgod, hogy ő neki mindig többennek kell lenni a tesójánál, de hogy ezt tudja magáról, hogy ez mozgatja őt, akkor ezt lehet, azt ez gondolom, hasznos, hogy egészségesen is kezelni. Meg hasznos, de ha ezt nem temeli tudja magáról, csak egyszerűen az dolgozik benne, hogy a tesó már má, megint a tesó, majd akkor én megmutatom, akkor soha nem tud megelégedett lenni önmagával, meg az életével, meg a dolgaival. Ez a kulcsmondat egyébként, amit mondasz, hogy nem tud megelégedett lenni. Uh-huh. Ha visszamegyünk a Csicsi eredeti kérdéséhez, ami arról szólt, ugye, hogy a felnőtt családtagoknak a rivalizálása, és hogy ez miért történik. Ez akkor okoz különösképpen problémát, hogyha nincs rend, és nincs harmónia a családban. Ha ez egy játékos évődés keretében történő olyan játszma, vagy olyan játszadozás a családon belül, amit mindenki tud élvezni, akkor ez teljesen rendben van. Hát futhatunk versenyt, biciklizhetünk, úszhatunk, csinálhatunk millió dolgot. De hogyha ez arról szól, hogy ki az értékesebb, ki a fontosabb, ki az, aki uralkodni akar a többieken, akkor van baj. Tehát itt nagyon-nagyon fontos az, hogy hogyan közelítjük meg ezt a rivalizálást. Tehát a rivalizáció az egy nagyon egészséges explorációs drive, ami azt jelenti, hogy jaj, hogy ekkorát is lehet, akkor én is megpróbálom, én is tudok nagyobbat, nem, akármi. Tehát, hogy ez így nagyon rendben van, tehát ez a sava borsa az életnek. Ez legyen. De ne felejtsük el, hogy a család rendjébe, abba az egész kis kozmoszba, ahol mindenkinek meg kell, hogy legyen a helye és a szerepe, ha ott rivalizálás van, akkor az széthúzás lesz. Ott nem tud egy harmonikus családi élet megtörténni, ott nem tud harmonikusan növekedni egy gyerek. Az biztos. Csak mellékesen jegyzem meg, hogy remélhetőleg mindannyiótok családi élete rendben marad, mert mindig kibeszéljük őket, úgyhogy remélem húgod nem fog megharagudni. Én most itt arra gondoltam egyébként, hogy nála ez egy egészséges rivalizáció, hiszen ő aztán két diplomát szerzett, nyelvvizsgázott, mert jött, tehát húzódott felfelé. Tehát itt nem az van, hogy ő rossz indulatú, és ő le akar engem dominálni, vagy le akar versenyezni, hanem hogy ez tulajdonképpen jó is lehet, és hasznos is lehet. Aztán van ugye ennek egy egészségtelen változata, amit Gábor is, meg Zsuzsi is mondott, hogy ő ettől folyamatosan rosszul érzi magát az a valaki, és nem tud élni az életét, és állandó problémákkal küzdik. Nekem most eszembe jutott egy dolog ennek a témának a kapcsán. Amikor összekerül egy fiatal pár, és úgy döntenek, hogy bár karrier lehetősége van anyának, de ugye ő fog valószínű gyesre menni egy-két-három gyerekkel, és apát fogja támogatni és segíteni, és apának hátországot teremteni, aztán eltelik X idő, és akkor apa egyszer csak váltani szeretne, nem csak témát, hanem házastársat is, és akkor utána ott van az az óriási különbség, hogy anya a karrier lehetőségét is feladta azért, hogy a családot ő megtámogassa, apa ezt kihasználta, elfáradt a kapcsolat, most én nem vagyok benne biztos, hogy itt egyértelműen apát kell okolni, bármiért, vagy anyát kell okolni, eljutottak odáig, hogy elfáradt a kapcsolat, de ott, hogyha nem tudja értékelni apa
azt a munkát, amit a háttérországnak anya megadott, na az egy óriási nagy baj tud lenni. Az egy hatalmas nagy probléma tud lenni, mert azért most képzeljük el azt a 40-50 éves nőt, akinek akkor kell elkezdeni karriert építeni. Mert hogy ő az elmúlt 15-20 évben mást szolgált. Tehát azért ezek nagyon-nagyon fontos emberi értékeknek a központba helyezését kérik, és én azt gondolom, hogy különösen, ha ott van még egy-két gyerek, már pedig szinte majd mindenütt van ilyen helyzetben, ott fog az problémát okozni, hogy és akkor apád meg tudja venni, ha történetesen ő volt, de lehetett volna ellenpéldával is mondani. Aha, apa meg tudja vásárolni a kamasz gyereknek a szeretetét, és a többi, és a többi. Tehát ezek nagyon-nagyon messzire vezető témák. Nekem kicsit ilyen poénos dologként jutott szem, és nem is tudom, hogy mennyire rivalizáció téma, de az a kép ugrott be, amikor az élet másik oldaláról közelítem, amikor a szülő próbálja bizonyítani, hogy ő még mennyire nem idős, vagy idős emberek próbálják bizonyítani a fiataloknak, hogy ők még igazából nem idősek, és ők még annyi mindent meg tudnak csinálni, és akkor mondjuk úgy öltözik, úgy viselkedik, úgy próbál jelen lenni, ami nem az életkorának megfelelő, hanem hogy akkor ő még, mert hogy van egy ilyen kihívás talán a világban is, hogy aki fiatal, az a, nem tudom, az életképes, és akkor van egy ilyen nyomás, nem tudom, de találkoztam már ilyennel is, hogy akkor nézd, én ezt még meg tudom csinálni, meg hogy mennyire jó vagyok még, mert nem tudom. Hogy ez nem baj, ha meg tudja csinálni, csak nem baj. Kérkedünk vele. Igen. És nyilván jobban tudom, mert én vagyok az idősebb, ugye? Ez a következő. Igen. Egy picit előre szaladtunk, engedjétek meg, hogy én azért még visszatérjek erre a kalapos témára egy kérdéssel. Adott egy mondjuk határozott kalapos típusú férfi ember. Hogyha olyan hölgyet választ magának, aki addig az édesapja is tápolta, és megadott mindent, és gondoskodott róla, és égőt sem tud cserélni, és egyáltalán, akkor várhat meg tudja tartani a kalapos szerepét, de ha egy olyan hölgyet választ, aki mondjuk évekig élt már egyedül, és megtanulta önmagát eltartani a lakással, megtenni, amit kell, tehát tulajdonképpen élte a férfi életet is nőként, akkor meg tudja-e tartani a kalapot? Igen. Igen. Abban az esetben, hogyha ők megbeszélik azt, hogy a család rendjét milyen szemszögből és milyen formában határozzák meg. Tehát az nem jelent semmit, hogy van egy rendkívül dinamikus életet élő fiatal hölgy, aki nagyon jól menedzseli az életét, és egyszer csak váltás következik, mert már nem szingli vagyok, hanem párkapcsolatba megyek. És ha a párkapcsolatom ez korábban olyan volt, vagy nem, tehát a szüleimnek a párkapcsolata korábban olyan volt, hogy én tudtam azt, hogy az én édesapámnak csak annyit mondott az anyukám, hogy az apáé. Én már 2 éves koromban is tudtam, hogy nem nyúlunk hozzá. Tehát egy ilyen, így felnőtt nő, az amíg egyedül van, ő képes önmagáért bármit, és megállja a helyét az életben. Abban a pillanatban, mihelyest a párkapcsolatban elindul, ő neki az a rend lesz természetes. És feltételezem, a gyerekét is így fogja nevelni. Én egyébként nem nagyon hiszek abba, hogy teljes demokráciát lehet csinálni. Tehát biztos vagyok benne, hogy egy családi életen belül bizonyos tekintetben itt te vagy a főnök, ott te tudod jobban, ezt te tudod könnyedebben, ez neked megy gyorsabban. Aztán amikor baj van, akkor ki van hozzá közelebb, annak kell megoldani. Tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy nincs olyan, hogy demokrácia, hogy mindenki mindenben meg. Ez nem működik a családon belül szerintem. Szerepek vannak, és ugye a szerepekben meg kell állapodni, amikor szoktuk mondani, hogy keretek közé rakni a kapcsolatot, rendet rakni, rendszert kialakítani, saját értékrendszert kialakítani, ezeket mondtad el tulajdonképpen. És még egy fontos dolog, hogy amit mondtál most, hogy amikor baj van, az áll oda, aki éppen éri, hogy liftezünk. Tehát nincs az, hogy most ez csak az enyém, most csak a tiéd, hanem rugalmasan liftezünk és tologatjuk egymást. Elosztjuk a kalapot, felvágjuk cikkelyekre, és van egy nagyon szép kis metaforám, hogyha beszorulunk ketten egy kéménybe egymásnak háttal a párom és én, és ugye, mint a borsótörésnél tudjátok, összekulcsoljuk a kezünket, akkor ha neki van ereje, ő tapos felfelé, és ő húz engem, aztán ha ő fáradt el, akkor én húzom őt, és együtt látjuk a fényt, és együtt törekszünk oda. De az, hogy ki mikor mennyit, nyilván itt is az egyensúly fontos, nagyon-nagyon fontos az egyensúly és a jó arányok megtartása, de az, hogy együtt jutunk ki a fényre így, az biztos, és hogy együtt visszük sikerre.
Jó, nekem eszembe jutott egy nagyon aranyos, kedves történet. Szomszédunkban volt sok-sok évvel ezelőtt idős házas pár, és a néni beteg lett, kórházba került, és talán még valami egyszerű műtéten is átesett, és otthon volt, és lábadozott. Tél volt, és a papa ment le a boltba, és ahogy jött haza, elesett, és eltörte a lábát. Gyerekek, a néni az 0 másodperc alatt gyógyult fel, és vált egészségesnek. Szolgálatba helyezte magát. Abba a pillanatban. Mm-hmm. És kérdeztem tőle, hogy na, de hát ez most hogy? Azt mondta, drága kincsem, így fogta a kosarat a férjemet, a kosarat valakinek vinni kell. Ez egy annyira gyönyörű kép volt. Tehát én azt gondolom, hogy ez az, hogy ha baj van, aki tudja, az fogja és az azt csinálja. Igen. És ez az egység. És ebben az egységben érzi magát stabilan és biztonságban a két felnőtt is, de akárhány gyerek is van mellettük, ők is. Ha ezt az egységet meg tudjuk úgy oldani, hogy ettől még lehet az egyik mókás, a másik egy kicsit másmilyenebb, tehát a különbözőségeink ellenére is tudunk egységben létezni. Nekem ezt jelenti igazából az egyenjóság. Tehát, hogy amikor picit olyan érzésem van, és lehet, hogy ez is valahol a rivalizálás témájába tartozik, és ennek biztos, hogy megvannak a történelmi gyökerei, magyarázata, akármi, de hogy amikor a nő kvázi férfivé akar válni, vagy férfi szerepben van, abban nem hiszem, hogy az az egyenjogúság, hanem az, hogy a nő nő tud lenni, és a férfi férfi tud lenni, a kapcsolatba bevíve azt, ami ő, és akkor lehet, hogy valaki attól még férfias és nőies. Nekem különbség van a között, hogy valaki nő vagy férfi, és nőies vagy férfias, de szerintem mindenkinek. Csak hogy, sőt, ráadásul azt hiszem, hogy úgy is lehetne talán ezt tekinteni, hogy a férfi attól férfi, hogy egyszerre nőies és férfias, és a nő attól nő, hogy nőies és férfias egyszerre. Ugye a férfias típus az, aki képes kilépni a biztonságból és megküzdeni a külvilággal, a nőies típus az, aki képes befogadni, beengedni azt, ami a külvilágból érkezik. És hogy valahol ez a kettősség, ez így egyensúlyban van, és akár ezek a szerepeknek az elfogadása, a helyzeteknek az elfogadása, hogy most mit tudok, mit nem tudok megcsinálni, hogy a nőt csavarja be a villanykörtét, és a férfi nem képes erre, van egy csomó ilyen kapcsolat. De az nem baj. Csak hogyha ez a helyén van kezelve, akkor mindenki azt tud lenni, aki ő teremt felett, nem tudom másképpen mondani. És hát ugye ez maga, amiről itt beszéltünk, a szövetség. Tehát két ember szövetsége, ahol megtaláljuk, hogy mikor kell odállni, amikor azt mondom, hogy a kosarat valakinek vinni kell, vagy felfele segítjük egymást. Tehát ez a mi szövetségünk, erre épül a kapcsolatunk, ez a kapcsolatunk alapja. És egy ilyen kapcsolatban nincs helye a rivalizálásnak, mármint a betegesnek. Tehát nem a normál, egészséges, kicsi kis megmérettetésnek, mert ugye azért mindannyian vágyunk arra, hogy egy kicsit megmérettessük magunkat, ez nem egy titkos dolog, és teljesen normális, ezzel egyetértünk, ugye, hogy mindannyian vágyunk erre. És hogy mennyire fontos a tudatosság, ugye láttunk már olyat is, hogy egy hölgy annyira akarta a kalapot viselni, hogy gyakorlatilag a férfi női esedett, és utána a hölgy panaszkodott, hogy hát már nem is férfi. Ugye, ezt a szituációt is ismerhetjük. Nem volt időnk beszélgetni a karrier témájáról, pedig ez is egy fontos téma, úgyhogy én szerintem ezzel kell majd még, hogy folytassuk, hogy mi a helyzet akkor, hogyha a hölgy keres többet, mert azért vannak még mindig tradíciók, amelyeket szeretnek a házasságban megtartani, és ez is van, ahol gondot okoz, nyilván van, ahol nem. Úgyhogy én azt mondom, hogy egy hét múlva ezzel folytathatjuk majd a műsorunkat. Én pedig már csak azzal tartozom, hogy megköszönjem a Fekvőkatona Sörözőnek és Kávézónak a helyszínt, illetve megköszönjem vendégeinknek, Fekete Cseri Zsuzsannának, Pap Csillának és Tolnyai Gábornak, hogy ma is velünk voltak. A Családőrzők című műsorunk egy hét múlva újra jelentkezik, tartsanak addig is velünk, viszontlátásra!